Konnichiwa mindenkinek, kidúra ezt után, de letartom ezennel a 8. elírás kihívást. Méghozzá a Turnabout Big Top. Igen, hiszem, hogy úgy hívja. Kb. 4 óra lesz. És ennyire hosszú a szöveg. A cirkuszerónak szeretné bemutatni. Ez egyik legkívánabb mágus. Mess Galactica. Most azt mondjátok, hogy Rex. De látom, soha. Aztán... Ugyanaz már Rex. Oké, egyszer 26 a karácsony, másik napja. Igen, Pearl-nek tetszett ez a műsort látok. Big Berry Circus, amit itt láthatunk. Angol sütöm, egyszerűen angolják, de a japánok eredetileg be meg így. Másnap. Hát nem tudni hány hónap tette azóta, hogy Morgan Fate egyetik árulás. Felbújtás. Szóval már tudja, mit jelent az, hogy volna. De itt a változó nem igazán érti. Azt hiszi, hogy a médium képség varázsa. December 28-a. Éppen takarítan készülni. Közlik, hogy a cirkuszban gyilkosság történt. És a gyanúsított pedig Mess Galactica.
Se vaan jo opintetyt sen teet. Vá sem Kátia. Nem ugye az, hogy a mit jelent. Ki jön csővászni kártya. Igen, ő a varázsló, akit gyilkossága gyanúsítanak. Grand Prix győztes is. Ja, a gyilkosság itt eddig az a tönkremény. Hát nem tudja, hogy a gyilkosság itt vitték a rendőrségre, mert őt gyomsítják. Ő. Russell Berry az áldozat. Ő volt a cirkusz vezető. Nem sejti, hogy ő az gyomsítja a kezét.
watch that slow motion. Megint belassult. Most meg kell mutatom neki, hogy ügyvéd vagyok. Most meg kell mondani, hogy gyilkosan gyorsítanak, hogy észreszérjen. Most kezd már rájövenni. Na, no, most észreztélte meg. És veri, hogy nem ő. Hogy nem ő volt. Mire tud lenni, de gyilkos, nem? Hát, egy tízes lapot húztam, de melyik ez? Arra nem emlékszem. Hoppá. Hoppá, itt? Baby Circus bejárat. Victor. Egy pillanat, azt nem jó lesz, hogyha egy csukom a térsorod hátalattól begyors. Tigris! Hogy félek tőle? Visszakérjem őt tőle.
väčšina verí. Málo ty domáč. A ty kvíš nem bán senkit. Nem képezte ki arra. Gyilkosan rájta a 10 történetet. Aki meggyilkoltak, az az ő apja. Más gráfico que este. Algo te vi informarse tú también. Nem izgatja abbi a halála, mert azt gondolja, hogy egy sztár az égben. Nevét.
Ja igen, már emlékszem, azért, hogy JB is csak az abja szobájában. Most kiszítékot kell gyűjteni. Vizsgálat, ez. Ez általában megszámolja, és elég magas száma. És amit veszkedsz, ez ilyen másik pedig valahol így. Ez. Ezt a posztlegyben kell szerezni. Megint a direktívet kell tudni. A gyilkosság itt történt. Ezt a részt kell megvizsgálniuk. Honnapiperen megint Franziska von Kamara-val kell felvennem a harcot. Szóval megint ostorozni fog. Akár csak őt. De örülnének neki, hogyha Edgeworth lenne, kedvesebb lenne. Hát annyit tudunk biztosan, hogy eltűnt. De... ez a késő derül ki valójában, hogy mi történt vele. De Finn Svart hamar se akar róla. Azt hittél, hogy még mindig... azt hiszi, hogy még mindig gonosz. Valami ne is súlyt dobtak az áldozat fejére. Vagyis az okozta a halálát. Valami szokatlan dolg is történt. És az a lábnyom. Nem látszik a gyilkosok a lábnyoma. Igen, így feküdt, mert valaki a fejed dobott volna.
még közben fel akarta emelni azt a nagy nehéz dobozt. Hát azt tudjuk biztosan, hogy cső, egy dolg szállt valamiért. Ez itt a bűnözés részi. Na most? Megszerű. Az egyet legjobb a mi Max-hez veszett az a kalapja, ami leesett. Megtalálták a büntény helyszínt. Vannak szemtanúk is, hogy akik vádolják Mezgát, igen. Nem akarják, hogy Mószúba elvonjunk. De még... De nincs más megoldás. Circus ügybe. Sok minden nem tud. És... valakit elvesztett. Jó van, akkor most ventrilokizm a foglalkozás. Szóval nem tudom, hogy mikor foglalkozás. Akkor most egy múltován. Meg viccesség. Ha, ez bohóc egyszerű. Yeah.
Ez is valami ilyesmi. Igen, ő a szent tanú. Ő vett észre állítólag. Az áldozatot is a tettés. Kérték, hogy ne beszéljen róla. Mit láttál? Kérem, mondja Pincet, hogyha azt akarom, hogy közeljek valamit. Közeljünk valamit. De ez nem tetszett nekik. De azt tiszteli, hogyha megpróbáltam, úgyhogy megosztja. Igen, ezt láttam. Valaki kalapban és köpenyben. De kérdezni a kafetériába, és ezt nem szól elfejlődni. Történt még egy incidens is, ami a Benhez köthető. És hogy kapitélye van lehet ideigen. Igen, megadta, ez kellett.
Ezen a kafetéria. Üveg. Vagyis verekedés történt. Messzük mert kifutunk ide és a center. Szállalkítás következik. Igen, elismerte, hogy ott végmester szumán. Meg akartok kérni Regina kezét. Igen, pocsony, de így néz ki a térkép. Ez még... Aha, ez a biztosan erről beszélget, amiért sokat fizetett. Egy pénzes lehetett. Ne legyen már ilyen lassú ez a szar!
Igen, de... Szóval övertünk bent. Ilyen gyorsan gondolkodok. Igen, leütötte azért, mert ő... Mert ő egyszerűen kezét akarta. És ez feldühített. De ez minden, amit tett. És így... Nem lakszó szex. Nem érdekelt, hogy cső, értette. Megfogadta, hogy csinál az övé. És senki más. Nem szereti a rivalzán. És elvette a bábát. És még van mi? Ja, igen, és azt tudott a verekedésükön. Ezért is van alatt a nyilván felelősség. Mert Ben megverte. Mindig a investés szumára. Megjavaslatom. Őcsina nincs itt. Elvédete egyszer, hogy így lehet is nyerszél, de azt ki kell érdemelni. Találtak egy bábot. Neki itt volt bezárva. Neve Trilo. És ilyen a kártérje.
kicsit ez a kettővel. Egyébként ezt a bálot. Jó, most eltűnt a bizonyítékból. És távoznám a képen. De... a bál megálltja őket. Csak jó, mert lenézzük őt. Adj ki, fekszél a pofár! Adj ki, Drillo! Adj ki! Aj, véve, és így volt. Adj ki! Adj ki! Igen, ők is látták Mezgalaktikát. Ők is Szent Douglasnak mód. Legfőképp inkább Trio. Meg igen, ő is kis lecsény a kezét akartam. Adj ki! Repülő csaló. Adj ki, kiségű? A házasság. Gyűrűt akartak adni neki. De átlag elvesztett. Adj ki! És dalolni is akartam keresni.
Oké, vigyük össze a Big Top 2. Hogy majom. A tolja a végét. Mi volt Mária az majom? Szóval már ilyen majom csillogó dolgokat szokott elvni, mert a nyilvánja a csillogó dolgokat, és a jelvény is az volt, azért lopta. Ettől azt szemét. Trio is Ben. Igen, tudom a házasságukról, de nem tud dönteni kettőjük között. De nem érdekli azt, hogy úgy báv az illető. Javaslom. Gássú deleti Mártint. Ősítséget kérnünk, hogy visszakapjam a jelvényt. Thank you.
Megyek vele. Hát, ez itt Akról szobán. Hozzá megint lelassulnak. Van Bunny is benne van. Szóval itt vannak a csió dolgok, amiket a majom ellopott. És azt már meg is találták a jelvényt. Úgyhogy jelent el. De még a gyűrűt is el kell vinni. Hát ha fontos bizonyítén aztán. Folytatjuk. Nincs mentés, mint továbbra. Jól kell. Tehet akar. Mi, amikor izguljunk, egész így tehet, hogy lenyugodjon. Hát ez az ötletet támad, hogy a bíróságon repüljön. Csak hogy azt nem teheti. Egyébként, amit tehet, hogy ül, és nézze, hogy megvédem őt. Hát ez igaz ötlet, hogyha én elpülnék a bíróságon. Jött a bíróság. Phoenix Art is már fake kontra Francisca von Karma. Igen, tudod arról, hogy az igazi neve Billy Watson, de bizottam abban, hogy hívja. Nem fogadja el, hogy továbbra se az, hogy vesztett. És ezután tényleg el akar pusztítani. És akkor komolyabban veszem egy teddy. Au! Egy kérdezte ribanc!
detektívvel kezdenek, mindig. Ne lassulj már! Még ez itt a térkép, a gyilkosság meg valahol itt történt. Egész pontosan itt. A bocsásentés itt van, 10-10-kor történt a gyilkosság. Hát akkor... Másik... Igen, press A. Hol? Mada, igen. Szíves ma. Jaj, miért egy ilyen lassan? Gyorsabban, menjél már gyorsabban! Mata! Mata! Megint a lassulás! Mata! Mata! De most már dobott, hogy bevetszik bizonyítéknak. Én kérdezik el, hogy mi tartalmaz. Nehéz volt kinyitni. Csak ezt a borsot találták meg. Mata!
Ennyit gáz detektívről. Trilló következik. Adj ki, megint a lassulás! Adj ki trió! Látták, hogy Barry elmegy mellettük. Igen, látták, hogy a bláncában megy. Még szruhájában öltözve azért. És megtalálták a kalapot is. Ami több bizonyíték megszáll. Mit látott? Kettő, három, négy. Mata! Csak Max-et láthatta. Tehát a Barry már ott lehetett a plázán. Megkérdezi, hogy kit láttuk. És a válaszat? Azt hiszi a Barry. Megint! Az időkodik azért, hogy Russell-vel átadták be, tehát átadták messze. Mata!
What the? Mi volt az előző? Jaj! 2, 3, 4, 5. Mata! Azt nem mondja komolyan, hogy jött. Adj ki! 10 óra körül lehetett, amikor láthatták azt a követje a plázában. Hogy kire vártok, arra kell megadni a választ, de az Regina. Szóval azért várt kint, hogy megvárják Reginát. Ott a hidegben. És Garmin. És Garmin. Nem bízz magaddal! Hát azt elismeri, hogy várt valakire. Gyöcsön vártok. De ezzel elnotották Franciszka te. Másik van Mata! Rá kell venni, hogy beszéljenek a gyűrűről. Ő nem akar hallani erről. Itt nincs más megoldás, hajnom kell, hogy megbasszon. Egyetlen egy ribanc. Ki nem aggódja, hogy nyerjek. De én nem hagyom nyerni ezt a dolgot. És pedig a gyűrű volt. Mata!
Ajja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 j
Inkább itt. Úgyhogy... Iriari! Azért elmondásos, mert ha zsebükben lenne a gyűrű, akkor nem volna nála. Adj ki! Hát azt tudjuk, hogy a majom lopta el tőlük a gyűrűt. És akkor majommal voltok állítólag elfoglalva, amikor ellopta tőlük a gyűrűt. Viszont titkoltál. Így állítólag nem láthatták rendesen, de megkálltik át. Adj ki! De valami más a hamis. Adj ki! Azt kell, hogy biztosan megyek. Hogy Drasszer megyek, és nem megy gátik. Adj ki! Vagyunk csak iszimex. Kettő. Három. Négy. Mata!
Hagyd ki. Ez gyanúságé a köszönés. Hát az egyik szövegém azt állította, hogy köszönt az életünk, aki meg ruhájában volt, de nem válaszolt. Ez gyanús volt neki. Képzel ezt. Hittetem, hogy ezt sem lehet megúszni. Mata! Igen, hogy ez a mit tartalmaz Maxu. Kettő, három, négy. Mint persze nem akarod elismerni. Az a verekedés, hát és a köszönés gyanús lehet, éppen ezért. Úgyhogy Iriari! Ez a bizonyíték, hogy verekedted. Illetve megvette. Így fejbe vette. Max Bat. Így nem köszönt volna neki szívesen, de nem szíves volt rá. Ennek egy magyarázata létezik. Bizonyára nem Max-et láthatták. Más valaki bánik. Kérdés pedig a következő. Russell Bay-t láthatták Idol. Igen, az áldozatot látták, vagyis Idol nem láthatták Mezgát. Csak Russell Bay-t. Meg szurájával ütőzve. Ez kellett most épp ízünkön. Hehehehe.
Ez nyilván van az, azt is jelenteni, hogy... Már hívja majd a következő tanult, a bohócot. Köszönhetett fogod. Addig várjuk közti a tárgyalást. Jó, meg volt az első harmad. Úgyhogy még messze vagyunk a végétől. Most így várjatok most egy kicsit. Igen, látja, hogy végig az régmester szobában. Látja, lehet tudhatott arra, hogy elvitte a ruhája, mert hideg volt. De nem tért vissza. És jött a bohóc. Beállunk. Most a viccelen gondolkodik. Ah.
te az nem fogja fel, hogy ne, hogy tájoltemben vagy, nem Shoulder Clubban. Nem bír magával. A szolgált. Valaki kész, ezt kell téríteni. Igen, tanulja volt 10-15 kor, hogy mi történt. Kérjön vajon, de vicc nélkül. Mit látod? Már megint lassú. Hagyd már abba! Ne lassulj! Most soha problémájával beszél, ha egy tájra tér. Hát az most újra kell kezdeni. Erre nem lehet kész kérdéseket megtenni. Ez vicces. Akkor is. Sajnálatos módon, hogy bonyolodalmak lesznek, hogyha... Hogyha nem a tárgyak érik. Úgyhogy ezzel vigyáznom kell. Büntetők a lúgot, ha... rossz válasz. A rossz helyen teszek fel kérdéseket, ahol ennek semmi közel a gyilkosság. Kettő, három. Mata! Oké. Keep pressing. Mata!
Mata! És mit tudjuk, kapok a valami jó fasztot. Vagyis a felhám, hogy jól akarja venni. Hát persze. Hát igen. Úgyhogy... De itt nem kell bizonyítékot mondanom egy előre. Hát van vásában vannak hibák. Biztos. Hát állítólag az árnyékot látható. Nem láttam rendesen a megszarcát, csak az árnyékot is hasonlított a kalapra, meg rajta volt a köpeny. Rányik, amit látott. Igen, ez szép volt, hogy így láthatta. Amit ez a Max Promo Poster. Meg kell mutatom. Úgyhogy remélem, hogy ez a szerint rossz. Irigyári! Tűnös nem sima, az, amit Trillo is mondott, mert összekeverték a kalapot. Köpényt is. Meg a fehér rózsát. Az nem egyezik. Két valamásból. De valami hiányzott nála is. Mert tehát nem vette észre bizony a fehér rózsát. Főszáma neve. Ki meg ez vicces.
Pedig tőle biztos nyilvánvaló, ott más látható. Kérdés, hogy 200%-ban biztos, hogy láttam, hogy ez gátigád 1%-ban két tekerik érne. Úgyhogy abban 1%-ban bíznom kell. Hogy téved. Tehát kell még egy valamás. De ezután nem tehetek fel kérdéseket, bizonyítékot kell feltárnom, különben büntetőt kapok. Szülkettünk, statement szülkhet. Egy, kettő, három, négy. Írjál így! Látta rajta a gabot, de azt nem tudta, hogy az a gab leesett. És ez a gyanús, hogy miért. Még ez a gab nem tűnhetett el. Ez a meleg mond. Meg belőledik. Nem bír magával. Ezzel még jobban felderítette a bírót. Hát azt állítja, hogy így állítólag elmenekülheted, de sajnos ez nem igaz. Azért... Várj csak, ez lesz? Nem. Akkor biztos ez. Igen, ez lesz az. A bizonyítékban az látható, hogy csak az őrlányom majd láthatóak. Vagyis az illető... Bárki is követte a gyilkosságot, nem hagyom maga után látni. Thank you.
úgy döntött, hogy el akar, elmondja az igazat, hogy ha már így alakult. Csak ő hallgatott rá. Csak hogy Franciszka munkkal már követelte, hogy... De erre megvolt az oka. Hogyha elmondta volna az igazat, ugyanazon véleménye lenne, mint a bíró. Amit úgy hívnak, nem vicces. Az, akit látott, elszállt. Pontosan így. Na. Ez az, amit látott a bolc. Megmondta, hogy nem vicces. De ez ledöbbentette a bírót. De azt már tudják róla, hogy cseh. Reputációban. Emiatt gyanús az egész. De itt már teljesen mindegy, hogy mit választok, úgyhogy nem kell így lesnem se. Mi ebben az elmondás? Az, hogy a vásat nem létezik. Hát ezért mondta, hogy nem vicces. Sajnos remélt egyszer miatt nem tud ítéletet hozni. Arra kér, hogy nyomozunk tovább. Derítsük ki, hogy vajon... Hogy... Jöttet és hogyan követhette ezt az egészet? Hogyan repülhetett? Mert az lehetetlen, hogy egyszerűen akarod. Erre akar bizonyítékot. Ezért regesztik be a tárgyalást. Úgyhogy nyertem vele egy kis időt. Most magyarázza el azt, hogy az lehetetlen, hogy repült volna, mert nem tud repülni. Voltak éppen... Csak kábelen keresztül szállt, amit aztán kábelen lógott, amit aztán segítséggel kértek, hogy emeljen. Tehát ilyen alakban, ilyen a baj, tehát ez adja a választ. Vagyis gyakorlatilag lehetetlen, amit a bolc állíthatott, vagyis... De ezzel, amit mondott, azzal megszegte az egyik szabályt, hogy ne fedje fel a titkot. Jó, ez megvan a fele, hiszen egy sérre talán négy oldalt befejezhetem. Nézzük egyet. Akkor már folytatjuk. Második nyomozás.
a második van. Kérjük a büntető centerbe. Tehát az lehetetlen, hogy repült volna. Mert ez nem olyan egyszerű. Úgyis ott volt a ringmester szobájában. Gyilkos Albert nem tudta volna kiterelni. A mai per. Szerinte rendesen kell viselkedni a társaival, de sajnos ő nem hajlandó. Így érdekes sokból. Mert ő már nyert jutalmat. És büszkének kéne lenniük rá. Neki van még más szobra is, nem csak David trófeára is, tehát mindig egy trófeát jelent. Ezt adja a hosszoda. Ez az fontos, hogy később. The Circus Entrance. Adiki. 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 Még elvész kapta a tűrűt. Veszel majd fel.
Hajde ki. A házasság? Ezt inkább nem semmitem. Hajdiki. Aztán jöhet a pláza. Megint összefutok Gumshoe Detective-vel. Miss Von Karma itt van. És hajtok akkor a szobáját nyug. Után jó az. Folyton figyelj. Vokál már előtt, és emiatt mindig fél tőle. Ez, hogyha egyszer még ilyen góstolt csopás. És most térjük a következő almas. Egy olyan gyerőre nincs itt. Két kudzogó bohóc. De hajj már, mindig ez van. Egy vicceg itt. Mond. A mexikói pizzáról. Cafeteri, áj. De nem tudom biztosan, hogy arra... Hát vagyok az aggonyártam miatt. Megapányítom az... Haj fel, meg amit látott.
senki se tisztelte a viccei, tőlebb, senki nem rögött a viccei. Nem, ez egyetemel hiszen tárgyalterem, ez az nem só nélkül. Hát sajnos igaz, amit mond. Na, Grand Prix fotó. Mutassuk, Pinky. Igen, a mellettobra. Biztosan arról beszél. Ez is egy fontos beszéd. Megemlítette szerintem, hogy itt volt Max Max szobra, de a majom ellopta. De volt egy változás is. Egy papír azált a gyilkosnak. Valaki azt kiposztolta. Tehát valaki köszönünk a tettes. Aki a cirkuszból szereplő. Get the detention center. Okay, I'm taking a note. Okay, okay, this is going to do the other one. Tudod, hogy Russell Bradley kabátjában volt bizonyán a második fele. Pászló pontosan egyezik. Azzal a gyilkosnak van egy száfoltatlan bizonyítékom ellened.
Gyere el 10 órakor, ha meg akarod szerezni. Majd a történetet egy második incidens is. Most fájban van esve. Ez hallja azt jelenti, hogy gyészri banc a közelben van. Ez egy gamsú elmenekül. Ők viszont maradnak. Már majd is leostorozta. Csak felhúzta meg az ostor csapást. Gőzve, hogy minden áron el akar engem taposni. A mai perc. Bosszú. Megmondja világosan, hogy mi... Ugyan... Kapját nem kapja vissza, még hogyha bosszút is áll rajta. Kérdezi, miért te... Phoenix Fight-on akar bosszút állni? De nem említette apja nevét. Szóval nem a apja miatt akar bosszút állni, hát... Ne? Lehet, hogy ő is tudta, hogy az apja egy gyilk... Mivel nem bújhatja felelősségbe. Edgeworth miatt akar bosszút állni. Más Edgeworth. Neki a mostó testvére. Tud róla, hogy... hogy legyőzteni játszott erre. És... úgy gondolja, hogy ha a Phoenix Fight-ot legyőzni, hogy Eren, akkor az a túlszányon a Mass Edgeworth teljesítmény. Mert Mass Edgeworth nem tudott még eddig legyőzni. Rise of the Ashes után eltűnt. Így csak olyan levelet hagyott, hogy Mass Edgeworth a halált választja. Egy halál. Hát említett egyszer, hogy fel akar mondani igyészként, mert egész szégyeli magát, ahogy a 4 év alatt viselkedett. De így nap hirtelen eltűnt.
és el sem búcsúzott a barátaitól. De nem hiszi, hogy ő meghalt. Nyilván van, csak szerintem elfut. De ő se tudja, hogy hol van egyelőre. De itt a megkeresi, hogy a fejhez vágja, hogy legyőzött. Ha egyáltalán sikerül. De tovább se akar Finnszal halni más egyfelől föl, mert azt hiszi, hogy ugyan önző, mint egy. Most az a helyre, hogy elegem van belőle. Ezután nem fogja vissza magát. Ez pedig alábecsült. Nyert volna, hogyha egyszerűen, de nem hagyja magát. Azért beszélt, mert hagyott, hogy kék a tanultó valamást. De ezt nem fogja közebb hagyni. Tudod róla, hogy ki vagyok. Akro a neve. Ken Ding Ding a rendes neve. A régmester vette birtokába, mert a szülei nem törődtek vele, és látta benne az akrobatai tehetséget, ezért is fogadta be. Veszem egy halál miatt szomorú. Mert tartozását tartozni akart neki. Azért, amit befogadta. Tolószék? Hogy miért van tolószékben? Három szájló. Szóval van valami tipika a tolószék miatt. Már nem van sok hátra, már csak egy lépés. Mi történt? Ő is hasonlót fog állítani, mint a bohóc, hogy látta az árnyékot. Tudjátok valahogy így láthatta. Ezt a Big Tophoz. Thank you.
Megint a tigris. Jó, kakatottam magam, azt mondtam, Phoenix Philly. Russell Berry. Az apjára. Hát nem sírja el magát az apja alá, ami a tete. Hát azt gondolja, hogy csak egy ideig nem láthatja őt. Mert azt mondták, hogy aki meghal, az... az a mennybe kerül, mint egy nagy sírat. Hogy tűnik, nem kell, nem kell fogja fel, mi a valóság. Na jó. Öröme. Most a receptről kell kikérdezni őt. Az az ő zsebében. De azt nem sejtette, hogy ki volt a gyilkos. Azt gondolta, hogy nem ő az, ezért ki... Csak nem fogta fel, hogy miért került a főjére. Ez nem volt véletlen. Várja. Még ezt. Hát nem túl jó túl sokat mondani. Azokat idejönjük, mert itt van Mario. És nála van ruha. Igen, Regina azt kérte, hogy egy kosztümöt szerzett meg a Mario-tól. És az rajta van. Hú.
az mellé nem kell rá. Oké, vissza a Big Top-ra. Akkor azt adjuk is oda neki ezt. Ki a felpróbált azt megy, de nem volt rávaló, ezért el kell kérdeznie, de ez nem az övé volt, hanem egy oroszláné. Szóval neki oroszlánya is volt, amit megölt az apja, egy balesetnek. Hát ez nem volt teljesen szomorú miatt, de akkor a dühében ölte meg kellett valakit komába ejtett. Mert valaki az ország szája a szája közé tartotta a fejét. Ő is ugyanezt csinálta, nem fogta, hogy az mennyire veszélyes. És egy nap az oroszlán hirtelennek mosolyogni kezdett. De annak nem érti az okát. Ez egy oroszlán nem szokott. Kafetéria 2. Szóval van egy kis történet, ami 6 napval ezelőtt történt. Thank you.
Szóval itt a orszán a téma. Az orszán, de... balesetet okozott. Már megint az lassúság! Szóval megesküdött valakinek, hogy csőt titomot hagyja, hogy hatónappal az ettőt indíts a vállal, később válasz, akkor, hogy kinek. Történt egy baleset. Az oroszlán megharapott valakit, azért, mert közt a szájában volt valami, de hogy miért tette? Azt nem tudnék, de viszont ezt eltitkolták a rendőrség elől, mert féltek, hogy a cirkuszt bezárják. Egyetlen, amit tették, az, hogy Rachel megölte az oroszlánt. És azóta akkor a testvérek kómában van. A neve Beth. Az a Sean Dingley. Szóval... akkor a testvére miatt szomorú. Igen, őt adotta a szájához. Pontosan így. De ha úgy csomódom valamiért, lenyomta a száját. De az nem volt véletlen. Valamiért most le akarsz tenni maját. Achoo, achoo. Ez tetszett neki. Hát megmutattam viccet, amit egyszerűen tettem az alkoholban, de sajnos nem érteni, mindig. Most akkor a szobát megkezik. Amit utoljára foglám. Ops, nem ez az.
Ide. Ez az utolsó szállókítás. Tehát... Hogy miért ő a tószíkben? A válasz erre az oroszlán. Nem a kromatázáskor ő törhetette a lába, ezt hazudja. És még kellett az oroszlánnak küzdenie. Azért, mert megkapta a testvérét. Igen, azt is már tudja már, hogy a bohócot tudtam meg. Egy ilyen miatt valamiért eléggé haragszik. Rossz kis szállat tartja őt. Nagyon sok minden, van egy sötét oldala. És miért haragszik rá, arra kell még megadni a választ. Hát ő írta azt a levelet, hogy a gyilkosnak, vagy gyilkossága vádolja, mit csinált. Jó, ezzel a fúron kezdhetek. Amint a testvére akart az, hogy meghívni Reginát egy vacsorára. Az a feltétele, hogy... Hogy a fejét az a ország fogai közé tett.
Csak hogy rosszul sült el a dolog. Igen, tudott róla, hogy egy csinál felelős azért, ami a testvérével történt. Az orszán megölték, és oda ment, hogy segítsen a testvére. És emiatt került Tolószékbe. De még többről is lehet szó. A kína is be. Hát és itt a bizonyíték rá, hogy vérfotók voltak az agy... Amit így akkor igazán akart, hogy tessé ki is a szemét a kóban. Hát, amit Regina két azt nem lehet, hogy olyan szabad megtennie. Csak hogy egyszerűen mindent hallott. És követelj a sálat. Csak hogy túlságosan erős ahhoz, hogy megszerezzük tőle. Megszerezzük tőle, és odassa. Vicc, hogy meg akarja akadályozni, hogy nyerje. És most magukkal viszik ki. Akkorot. Aki a cirkuszba akkorján darja. Folytatjuk. Pillanat. Igen, hosszott egy ideje. A bolc is csinálja, nagyon szokják, hogy szóval legyen. Bóc is megjelent
Ő dozta meg azt a döntést, hogy recsenetes magába hozza, hogy nézze a tárgyalóteremben mi folyik. Mint felvagyja, mi a valóság. Ő is hozott egy ítélet. Vár készen áll. A védelem készen áll. Akkor most akról kell lebuktatni. Pontosan a nevét így nem lehet megtalálni. Innen nézte a gyilkos. Hogy így látta meg az árnyékot, ezt... Tehát ő is gyilkosságot gyanúsítja meg. Oké, full statement. 2. 3. 4. Mata! Elmondás az a szavak. Igen.
Mi elmondáshoz a szava? Hát ezért. Egy elszállt abban van egy hiba. Ő is elfejtette, hogy a műtény helyszínén volt. Nem így már ilyen lassan! Ha igazán nem mondott, akkor mi nem vette észre azt, hogy a kalap lent volt. Mert azt nem vehette észre. Hát akkor most itt az idő. El kell mondanom, hogy átról a tettes. Csak hogy elmondásosnak vélik, hogy hiszen csak rá kell nézni a... Hiszen tolószékben van. Úgyhogy igazság a tolószékben keresztül követte. Nevetség is. Tudom, hogy ez nevetség is. De minden tagad. És nekem sértegetni. A dolgszégyemet ennél nézze így, hogy gyilkos. Most megkérdezik, hogy volt-e bűntársa, mert az egyetlen, amit Franciszka gondol, az, hogy hogy valaki megkérhetett arra a gyilkosságra. Ezúttal nem. Ezúttal nincs bűntárs szó. A gyilkosságot Tószékben követte el. Hát az elég döbbenetes. De innen már visszaút nincs. És hol követte a gyilkosságot? Hát itt. Né! Hagyd már a balassú mész! Ne menj már lassan! Igen, de a szobán keresztül követte el. Mi
Ez elképzelés. Igen, már megemlítették, hogy felszám. Hogy látták Maze Gothicát, de elég rosszul nézték rá. Utolok bizonytékot. Ez lenne az? Nem. Azt kérdezik, mi a gyilkos fegyver. A kérdés a válasz pedig ez. A gyilkosságot a mászoborral követték, ami nagyon nehéz. Tehát a gyilkosságot ez a mászoborral követte el, és hogyan csinálta? Hát ráakasztotta egy kötél, aztán leeresztette. Így aztán gyorsan azt hiszem, hogy felíresse. Most egészségi állapotát kíváncsi. De nem tehetek mást, mert tudj meghallgatni. De tagadja, hogy egyáltalán meg tudta, el tudta volna intézni, hogy felemelj a mászobort. Habár képesett volna a kezébe, de nem lehet engedni. De az biztos, hogy kötelet használt. Igazságot nem tudta volna elkövetni? Várj csak! Igen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igen, ez lesz az. Az elbontás pedig maga autóbusz. Úgyhogy Iriai!
Gé. Nem igaz, amit állít, mert a dobozza a kérdésre a válasz. Mert az már a bűti helyszínén volt. Jók, észrevették, hogy Russell belé meg szeruhájában ment a bűntény helyszínére. Hogy felemelje a dobozt. Csak hogy az a doboz elég nehéz volt. Russell belé bizony nem sejtette, hogy csapda volt az egész. Durva! Mint a srivanc. Elmondásos, amiket mondtak, mert doboz súlya számít. Nem olyan könnyű azt elvinni. Kb. 10 kiló lehetett az a doboz. Igen, az előbb volt készítve, de azért, hogy akkor felállítsa a csapdát. Abba a pontba tette bele, ahol a gyilkos fegyver le tudna esni. Úgy aztán de simán a fejére esett. Biztosan azt akarja tudni, hogy... hogy mit történt azzal a messzobor? Már emlékszik. Így az eltűnt a kafetériából. És hogy került hozzá? Ez itt a kérdés. És hogy kellett hozzá, akkor hozzat, mert szobor a kérdése a válasz, a majom. Aki ellopta a gyűrűt. Csak hogy akkor jó, nem kérte, hogy lopja azt a mert szobrot. Azért, mert a majom az egy csillogó dolgokat lop. Amelyet meg akar tartani magát. Csak hogy Versaborról tudja azt, hogy bronzból van. Viszont a kártyai csillogóak. Tehát a kártyai miatt kapta azt a Versaborot. És ha nem a Versabor lett volna, akkor valami más.
Tehát véletlenül került hozzá az a messzoló. Még elfelejtettük azt, hogy hogy a bócát a azt a kalapot, amelyben még köpeny is. Ketten voltok ott állítól. Aki is még a következő, akkor mit látott a bohóc? A bohóc pedig... Jézus, igen. A mászobort látta a bohóc, aki még. Mit képzelsz te, vödös ribanc? Hát nem tudod... Nem tudod... Végre magadod? A messzobrot látta. A messzobor volt ráakasztva a kötélre. Tehát a gyilkos fegyvert találták. Gyilkos fegyver az, amit volt képen a bolt látott. Ja, és azt is állítják, hogy azt a gyilkos fejet nem találták meg. De ugye miért, de az a kérdés, hogy hogy került oda bele a köpeny? Kérdése válsz, ennek Russell Berry az oka. Tehát a következő történt. Max végig a ringmester szobájában volt, és a ringmester pedig eltávozott Max ruhájában öltözve. Hogy megszerezze a dobozt. Akkor pedig készen állt arra, hogy rájtsa a fejére. De azt nem sejtette, hogy a ringmestert ölte meg ezzel. Mert nem tudott lenézni. De aztán jött egy hirtelen fordulat. A kalapot hirtelen elejtette.
És amikor a feje, Rastaber fejére esett a gyilkos fegyver, a köpeny elszabadult, és egyenesen a mellszobóra esett. Valahogy így. Tehát, amit a Bóz és Trió mondott, az nem volt hazugság. Tehát a Bóz ezért nem látta a fehér rózsát, mert visszafelé volt a köpeny. Hát a fehér volt látható. Én a sötétség miatt nem vett észre rendesen. Hát az volt egyetlen pek, hogy sötét volt akkor. És amikor végzett a akkor, akkor felhúzta a mellszobrot. Tehát ez kötél felhúzás volt voltaképpen. Tehát ez a varázslat titka. Tehát a büntény így történt. Egy kérdésre kell megadni a választ. Hát még egy dolgot elfelejtettek. A mellszobó miatt kétféle kalap volt. Az egyik leesett, a másik pedig eltűnt. Tehát a mellszobóra való kalap tűnt el. A kalap még ott maradt. Mint ahogy itt is látható, hogy csak kék alap. Nem egy. Azért martott az az egy kalap, amit akkor bizonyára nem vett észre. Tehát hátra jött magának egy bizonytékot. De még nincs vége. Valamit elfelejtettünk. A szándék.
Hogy miért tette? Ez a mondat még hiányzik. Jó, majd jöhet a hatodik hatod. Dolgos nincs mentés. Hát igen, valami. Nem a döbben, hogy miért akkor akarta rákenni megszer a gyilkosságot. Ez egyáltalán nem érti, miért tette. Come shoot the team. Megszerezte a bizonyítékot. Nekem valamit, hogy csak a legvégén fog kiderülni az igazság. Ezt most észben kell tartani. Ő is bizonyan adhatod, így tényleg. Ő is biztos az átadalmában. Pisinok egyet.
Ő csak egy vanaskunk haj. Utána már ki kell rejtélni az igazságot. Tehát nagyon kedvelte a ringmester, így nem lett volna okkal megölni a ringmestert. Na, itt nem kell kereszt kérdésket feltenni. Szóval itt el kell ismernünk, hogy nem volt semmi ok arra, hogy megölje a ringmestert. De az nem jelenti az, hogy nem követhette a gyilkosságot. Bizonyítható, hogy volt arra. Hey, srácok, egy kis leostó az állandóan, ez felháborító. Nem volt rá ok, ugyanis nem ő volt a célpontja. Mint ugyanaz a helyzet, mint a harmadik epizódnál. Na, a megfelelő célponttal töltem meg. Más volt a célpont. A kérdés pedig az, hogy kit? Hát a válasz a lányát. Reginát akarta megölni volt a képen. De véletlenül az apját ölte meg. És a válasz a zsaroló levél. Ez volt az ő zsebében. Azért volt a célpontja, mert őt gyilkosnak tartotta. Csak hogy Regina nem tudta, hogy rágott. És hatalmapa ez egy incidens miatt érte neki. Ami a gyilkosságba várunk. És... benne volt az is, hogy négy száfoltatlan bizony. Thank you.
Azért töltő meg, mert nem vette észre. Azt hitte, hogy Regina... van alattam. Mert nem sütöm észre, hogy a tószék miatt. De, mert aztán bejön az, aki nem sejthette, hogy csapda van. És jár még nem tudhatott róla. Tehát Rasszabernek az volt a szándéka, hogy... lányát a veszélytől. Egy olyan bizony hallja az egészet. És ez nyilvánvalóan már kezdi sokkolni. Én most mindent tudok róla. Borsa bizonyíték, hát bizonyára ez volt az a csap. Abban volt egy borsa, ami azért tehetett oda, mert az egy bizonyíték, hogy mi, hogy Regina mit te. Az volt a doboz. Most egy neve kéne mondani. Ez köthető Bethez. Igen, szóval sajnos el kell ismernénk azt, hogy... vagy várjunk csak... mondjam másképpen... A autonómus intézetet is meg kell említeni, hogy Regina volt a felelős azért, hogy... hogy az oroszlán megkalapta a vetet. És kíváncsiak, hogy ez baleset volt, és... sajnos ez több annál. Kérdés, a válasz ez. Igen, a sárban bérzés volt, amit az oroszlánok volt.
Tehát ezzel le kell magyarázni, mit tud. Tehát az oroszlán hétenre elkezdett egy mosolyogni. Csak hogy nem mosolygott volt a képen, hanem tüsszögött. Szóval oroszlán véletlenül követte a balsereket. Azért, mert a sában bors volt. És hétenre tüsszenteni kezdett. Nem akarta megcsinálni, de sajnos most tüsszögésre miatt nem tudott leállni. De ezért Regina volt a felelős, mert borsot rakott a s***. Tehát a Regina miatt történt az egész incidens. Csak hogy még nincs vége. Még mindig nem adom be ismét semmit, ugyanis még hiányzik valami innen. A bizonyíték. Egy dolog bizonytalan csupán a bűnösségét. Ha kiderül, hol van a mászk. Szóval már csak egy dologra kell megadni a választ. Vajon hol a mászol? Mert a cirkuszban keresték a gyilkos fegyvert, de sajnos nem találták. És ennek van egy érdekes oka. Az volt az a pillanat, amikor ütettem fel az epizódkérdést, hogy hol a bizonyíték? Aki meg tudja adni a mászot, nyert. Mert ezen kell gondolkodni. Úgyhogy azt hiszem... Egy kis megjegyzés is. Erre már nincs szükség. Tehát csak úgy lehetett ott osztani, hogyha meg tudjuk hová rejtette. És hogyha nincs a cirkuszban, akkor sajnos máshol. Thank you.
nem igazán tud gondolkodni. Ha nem tudja megadni a választ, vége. Maja leállítja a bírót. Dalvas feketén a következő kérdés a választ. Hol a szobor? Emlékezzük vissza, hogy mondott az egész, hogy csak a legvégén derül ki, hogy mi az igazság. Vagyis most jött el az a pillanat. Most majd a legvégén. Csak egy helyen lehet, ahol mehet szobor. Tehát hol a bizonyíték? Valahol itt a bíróságon. Na ezek, na itt kell nagyon vigyázni. Csak kétszer kell rámenni a célre. Aki ezt választja, az feldíti a bírót. Aki meg ezt, az ügyésznő díti fel. Úgyhogy egyébként válasz, ez. Nem kell más tenni, mint jól megnézni a tanút. Fel kell remenni azt az asztalon a tétlenő, hogy meg tudjuk, hogy hol van a gyilkos fegyver. Egy érdekes válasz van arra, hogy nála van. Mivel tolószében volt, tudta, hogy a gyilkos fegyvert elutóbb megtalálják. Nem tudta akárhová elrejteni, csak egy helyre tudta elrejteni, és pedig a lábához, pontosan itt. Itt volt a messzor, mint ahogy az animében is megmutatkozott. De ami persze az ügyésznő nem sejthet. Tudták, hogy neki annyi lesz, hogyha megtalálják a gyilkos fegyvert. Ezért rejtette el a tolószék. Tehát ez azt is jelenti, hogy már nyertem. Tehát ez lenne a 8. eljárás kiadás nem bősítélyek nélkül. Szóval ez elismeri a gyilkosságot. Hát megszívtad. Az egyetlen, amit betakart az, hogy elhívja a vacsorázni. Minden azzal kezdődött, hogy Bette-nek sikerült rávenni a Reginát arra, hogy tüsszögjön a borstól. És gondolta, a Regina visszahozza ezt a szívességet azzal, hogy a sába tett borsot, hogy aztán ő is tüsszöghessen. De itt követte el a hibát, nem számolt vele, hogy az oroszlán is tüsszöghet. Emiatt került Bette kómába. A mosolya az, amit nem, igazán nem bírt elviselni. Bármennyire is próbálta, mert de azt gondolta, hogy egy sztár az így. Emiatt akkor egyre idegesebb lett.
és bosszút akar. Azon is gondolt, hogy öngyilkos lenne, de nem akart még az lenni, mert egy dolgot akar csupán. Nézni. Várni, hogy bekinyitja a szemét. És mivel, de... És ezért kentem extra a dolgot, mert nem akart lebukni. Ja, és a köpenyt elrejtette. A elszobort nem tudta hová elrejteni, ezért rejtette a tolószékbe. Mert tudták, hogy ha megtalálják a... akkor neki már annyi. Acro breakdown. Amikor elismeri, hogy gyilkos. Nézzel le, kétszer lettél legyőzve. Még hozzá, mi a fej segítsége nélkül? Ezzel meghozzá ítéltet. A vádlott, megszgáltik a Mutzáj. És ezzel ő az utolsó, aki a Justice Fall-ban szabadon távozható. Hát örülök Mezgátig a szabadságának. De... Mezgát végre elsírja magát. Mert magát hibáztatja mindenit. Emlékszik arra, hogy bosszút akartál. Arra kíváncsi, hogy akar-e még bosszút érte. Nem. És ezért bizonyítékot is kér. Kérd is a válasz. Bet.
csak azt akarta, hogy lássa, hogy de ki is az. Ezért úgy döntött, hogy hogy ott lesz a kórházban, hogy lássa, hogy ki is az. Ő pedig a bolc úgy döntött, hogy ő akar átvenni a ringmester helyét. Úgy döntött, hogy jobbá teszi vezetőként a cirkusz. De nem lenne szívesen a cirkuszban. De Bolc nem ért egyet, szerintem nélküle a cirkusz így nagy semmi. Hát fel kell fogni, hogy apja halál neki éppen elég büntetés. Most derül ki valami. A reptéren a kitáponál. És láthatjuk, most derül ki, hogy Mászegyből életben van. Csak valamiért eltávozott. Csak később derül ki miért. Itt a vége. Oké. Legközelebb észültől még Krajkos lesz a következő. Miután az megvan, befejezem a Justice for All-t japán verzióban. Tehát az ötödik epizód lesz a The Great Eastern Chronicles-ban, mivel aztán befejezem a Adventures részt. Megvan, de jön a negyedik epizód a Justice for All-ba, aztán lehet, hogy úgy döntök, hogy a Trials and Tribulations első epizódjával folytatom ugyanúgy japánul, és aztán belevágok a Rizzo-ba, hogy tudjak haladni mindkettővel. Jó van, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjatok egy lájkot, és ez a 6 órás Farewell My Turnabout részt fogom majd legközelebb folytatni. Ennyi volt, sayonara!